Köszöntünk mindenkit, a katasztrófa védelmi hírmondónk harmadik részét hallhatjátok. Itt van a telefonnál Helt Ákos, a Veszprém megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Szia Ákos! Üdvözlök mindenkit én is! A legutóbbi beszélgetésünk óta úgy látom, hogy a heti hírmondótok szinte csak Ajkáról szól. Pár perccel ezelőtt is volt egy riasztásotok itt Ajkán. Mi volt ez? Igen, egy hát füstölgő melléképülethez riasztották az ajkai tűzoltókat ma délelőtt, és a felderítés után kiderült, hogy egy téves jelzésről van szó. Itt egy működő füstölő volt igazából, ami egy kisebb diadalmat keltett, úgymond, de természetesen nem kellett ezt a tevékenységet szüneteltetni, úgymond, vagy abba hagyni, emiatt teljesen szabályos keretek között folyt a munka. De azért ez nem akkora probléma, hogy az állampolgár megijedt és inkább bejelentette, mint hogy elmegy mellette és leég a fél falu. Természetesen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és így a káreseteket, a nagyobb káreseteket meg tudjuk előzni, és időben érkezzen hozzánk a bejelentés. Azért azt még fontos elmondanom, hogy egyébként a szabadtéri égetések is engedélyezve vannak most több településen ebben az időszakban. Ezeket ugye önkormányzati rendelet szabályozza, tehát tapasztalhatunk ebben az időszakban esetlegesen nagyobb füsttel járó szabadtéri égetést is. Ezeknél is természetesen kimennek a kollégák, de hogyha, mint mondtam, engedélyezve van ez az égetés, akkor a tevékenységet nem kell felfüggeszteni. Tehát azt javaslod, hogy próbáljunk meg meggyőződni róla, hogy esetleg a tűz körül van-e valaki, vigyáznak-e arra a tűzre, hogyha szabad téren van. Ugye itt rendeken úgy érkezett a bejelentés hozzátok, hogy egy elhagyatott épület, valóban nem lakott az ingatlan, tehát igazából itt nehezen tudott volna meggyőződni róla, ha bár úgy láttam, hogy előkerült a háznak a tulajdonosa, mielőtt elmentek volna a kollégáid, egyeztettek vele. Igen, volt a helyszínen egyébként egy úriember valóban. Igen, mindenképpen azt javaslom, hogy győződjünk meg arról, hogy az a bejelentés megállja-e helyét, tényleg egy káresemény van-e ott kibontakozóban, vagy csak téves jelzés, tehát egy olyan szabályos keretek között folynak a munkálatok. Az ajkai eseményekre térünk vissza egy másik esemény után. Volt a múlt héten egy birkaolas tűz esetetek is, ez mi volt? Igen, itt Balatonkenesén volt egy elég nagy, egy 10 méter széles és 50 méter hosszú juhodály. Ez égett teljes terjedelmében január 22-én késő este. Nagy erőkkel vonultunk ki a káresetet felszámolni. Balatonfűzfőről, Siófokról és Pécsfürdőről érkeztek hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is riasztásra került. Az oltást nehezítette, hogy az épület tetőszerkezete beomlott a hőhatására, és 5 gázpalackot is tároltak az épületben, ezek közül 3 robbant fel. Személysérülés nem történt egyébként. A legutóbbi beszélgetésünk óta az ajkai kollégáid sem unatkoztak. Milyen káresetek voltak? Egy 10 emeletes lakóépület szeméttároló konténere égett január 19-én délután. Ide gyorsan kiértek a városi hivatásos tűzoltói, gyorsan eloltották a lángokat, egyébként egyáltalán nem volt jelentős a káresemény, és átszellőztették az épületet, ezután rövid idő alatt mindenki visszatérhetett a otthonába, a lakásokban nem volt tapasztalható füst. Volt még egy közlekedési balesetünk is, itt egy szarvas tehenet gázolt el egy gépjármű január 20-án, itt ide is az ajkai tűzoltók vonultak természetesen, megszüntették a forgalmi akadályt. Ebben az esetben az volt még a probléma, hogy a másik sávban is megállt egy gépjármű, ebbe egy másik rohant bele, de személyisérülés nem történt, csak a műszaki mentést kellett elvégezniük a kollégáimnak. És hát szerencsére kéznél voltatok, hiszen már a szarvas tetemmel akkor riasztottak benneteket ezek szerint. Igen, már ott voltunk a helyszínen, ezért gyorsan és szakszerűen el tudtuk végezni a beavatkozást. Sokáig nem lehettetek a laktanyába, hiszen délben megint ki kellett vonulnotok, szinte méterre pontosan ugyanerre a helyszínre. Igen, egy kis terautó és egy gépkocsi ütközött össze péntek délben, ott a 8-as Bakony-Gyepesi szakaszán. Ajkáról érkeztek ki a hivatásos tűzoltók, áramtalanították a járműveket és elvégezték a műszaki mentést. Személyisérülés nem történt az eset során itt sem. Ellenben volt egy személyi sérülés és riasztásotok a hétvégén se. A hétvégétek sem volt nyugodt, tehervonat gázolt.
Igen, itt a mentőszolgálat munkatársainak nyújtottak segítséget a kollégáim. Január 22-én délelőtt történt egyébként a káresemény, súlyos sérüléseket szenvedett az illető, és a Lajfi hivatásos tűzoltókkal közösen a mentőszolgálat munkatársai emelték ki a vonat alól. Hát Ákos, köszönjük szépen, jövő héten találkozunk. Én is köszönöm. Viszontlátásra.